Jó napot kívánok, kedves nézőink! Tízesztendő telt el azóta, hogy Oda János Gábor megkapta a múzeum vezetésének feladatát. Ezt a tízesztendőt a civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségét vitatjuk meg a következő néhány percben igazgató urral, aki a vendéglátunk. Jó napot kívánok! Amikor igazgató lett, akkor milyen intézményt vett át? Egy átalakulóba félő intézmény volt, intézmény volt a Vosinski Mor megyei múzeum, bár akkor pont 2011-ben még ennek nem is lehetett euh, pontosan tudni a menetrendjét, de azért valahogy ez már a levegőben volt. Tehát a 2010-es évek a leginkább a nagy változásokról szóltak, rendszer szinten is, amely aztán a kulturális területre is és a tudomány világába is eljutott. A 2012-ig a megyei múzeum, hiszen megyei, hat, megyei múzeumként működött az intézményünk, a Tolna megyei önkormányzat fenntartásában működött, mint a 9-10 különböző profilú intézménynek az egyike. Ezek között több közgyűjtemény is volt, a könyvtár, a levéltár. Ezt követően 2012. január első évvel jött egy fe, ö, fenntartóváltás, amely ö, egy éven keresztül azt eredményezte, hogy a kormányhivatal alatt működő intézmény fenntartó központ volt a fenntartónk. Ekkor nekem újra, illetve nem nekem, de hát újra kiértek az igazgatói pályázatot, úgyhogy akkor egyszer megválasztottak, vagy, vagy jobban mondom már akkor már másodszor, illetve akkor öt éves ciklust követően, 2016-ban már Szeksárd megyei jogú város volt a fenntartónk, hiszen 2013-ban a múzeum a könyvtárral együtt a város fenntartásába került át. Hát ezeket lekövetni szabályzatokkal és egyebekkel ez hatalmas nagy munka volt, miközben párhuzamosan az intézménynek a dolgozói is részben megváltoztak, tehát itt nagyon sokan elmentek időközben nyugdíjba. Ez annak is a következő, Következménye volt, hogy a 70-es években volt egy nagy fejlesztése az intézménynek, és a 70-es években ideérkező fiatal kollégák lényegében a 2010-es évek első felébe mentek nyugdíjba. Ez nyilvánvalóan egy, egy lehetőséget is magába hordozott, hogy, hogy meg tudjon újulni az intézmény. De ezzel párhuzamosan ezek a külső változások erőteljesen meghatározták a, az intézménynek a, a munkáját, illetve az irányát. A, 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 a látogató, aki csak bejön a múzeumban, érzett ebből valamit? Hát abban reménykedem, hogy nem mert hogy a kiállításaink azok folyamatosan működtek itt az állandó kiállításainkra, illetve az időszaki kiállításainkra gondolok a múzeumnak a főépületébe, illetve hát 2014-ben sikerült újraindítani a Vármegyeházát, itt részben a Szexár megyei a, illetve a kormányhivatalnak az együttműködése keretében lett erre mód, hogy a 2011-ben megújult ottani kiállításokat újra tudtuk a múzeumnak a irányításával kezdeni, illetve újraindítani. Úgyhogy ezzel a Babics ház, illetve a házzal együtt ez a négy kiállító helyünk lényegében folyamatosan tudta fogadni a látogatókat, illetve természetesen a kiállításokon túl nagyon sok rendezvényt is szerveztünk, amely a hozzánk látogató, illetve a helyben élő látogatókat célozta meg. Az előbb mondta, hogy a, van egy, volt egy lehetőség arra, hogy fiatalokat vegyen. Sikerült egy fiatal csapatot idehozni? Azt gondolom, hogy igen, nem volt ez egy könnyű történet abból a szempontból, hogy az idő, illetve a kulturális területnek a presztízse az érzékelhetően csökkent a korábbi időszakhoz képest. Egyszerű pénzkérdésről van szó, hogyha kulturális területen, vagy akár így muzális területen, ha valaki jóval kevesebbet tud keresni, és nincs egyfajta kifutási lehetősége, itt most csak elsősorban anyagi szempontból gondolom, akkor sokkal kisebb a merítés is. Meg valahogy azért az is érzékelhető volt, hogy a kutatói területen is jóval kevesebben vágnak bele, Kutató, kutatásokba, tehát akár ez a helytörténeti kutatásokra is vonatkozik ez a megalapítás, hiszen ott is azért az látható, hogy akik régóta csinálják, azok eltökéltek, és nagyon komolyan kutatják egy-egy településnek a múltját, illetve különböző szegletét, de egyre kevesebb a fiatal kutató. Úgyhogy ezzel együtt, ettől függetlenül azt gondolom, hogy sikerült azért egy, egy új és elkötelezett kutatói, muzalógus, illetve szakmai gárdát részben egyben tartani, illetve részben újra szállítani. Lett egyfajta frissesség a múzeum ódonfalai között? Ezt talán nem is nekem kéne megmondani, vagy erre válaszolni igennel, én csak ebb, most is csak azt tudom mondani, hogy ebben nagyon reménykedem. Nagyon fontosnak tartottam, elődöm, elődöm is ezt a véleményt osztotta, hogy a múzeum pedagógiának központi helye van hiszen a jövő múzeumlátogatóit ezen keresztül próbáljuk saját magunk számára, illetve a kultúra a fogyasztás számára kinevelni. Ez az elmúlt tíz évben úgy változott, hogy korábban csak egy múzeumpedagógusunk volt, az idők során pedig most már a Megyeházán, illetve az Irodalmházában, Babis Mihály Emlékházban is van egy-egy pedagógusunk, tehát mindegyik területre arra az adott kiállításról, illetve témakörrel foglalkozó munkatárs fogadja a részben óvodási, általános középiskolás fiatalokat, és hát remélhetőleg nem csak szexárról, hanem, hanem nagyobb környezetből. Nagyon fontos a múzeumnak az identitásképző központi szerepe, én ezt mindig is vallottam, hogy a hazaszeretet az önmagába a helytörténetnek, a, a lokális identitásnak a megéléséből tevődik össze, vagy az adja ennek az egész érzésnek az alapját, és ha mi ezt hitelesen tudjuk az értékeinket felmutatni, hiszen a múzeum az a kulturális örökségünknek egyfajta, egyfajta gyűjtőhelyeként működik, és ebben a múzeumnak a szerepe nem csak egyfajta passzív dolog, hanem ezt a dolgot át is kell tudnia adni a nagyközönség számára. Tehát, hogy ebben, ha jól tudunk működni, akkor magában a, ennek a hon is, a honismeretnek, illetve identitás megélésében is egy abszolút pozitív szerepet tud játszani az intézmény. Ezért lett az, hogy a, hogy a kiállítások jelentős része is interaktívabb lett? mindenképpen ezt a célt szolgálja, részben a múzeumpedagógiai eszközöknek a nagy száma került bele, részben az állandó kiállításainkba, de manapság már nem képzelhető el úgy egy időszaki kiállítás, hogy ezeket a szempontokat valamilyen módon ne vegyük figyelembe. Tehát egy, egy ilyen munka, egy kollektív gondolkodás, együtt gondolkodással kezdődik. Kevesen vagyunk szakmai oldalról, tehát azért egy évben egy-két kiállítás, saját Testnál többet nem tudunk tető alá hozni. Ennek részben anyagi oka is van, de, de, inkább kapacitásbeli, hiszen a múzeum alapfeladatait is el kell menet közben látni, de a, amit csinálunk, annak mindig fontos, hogy az adott helyszínhez, illetve gyűjteményeinkhez kapcsolódjanak. A 2013-tól említettem, hogy Szexád megyei jogúváros fenntartásában működik az intézmény. Ez is egyfajta feladat volt, hogy az egyébként meglévő tolna megyeiségét, az intézménynek, hiszen mi Tolna megyébe dolgozunk. Annak a hagyatékát, kulturális örökségi hagyatékát próbáljuk kezelni, megőrizni és bemutatni, hogy egyfajta kicsit más fókusszal, de külön szexádot is megpróbáljuk az intézmény falai között hangsúlyosabban bemutatni. Ezt jó néhány kiállítás segítségével és kiadvány segítségével azt gondolom, hogy sikerült megmutatni. Van egyfajta felügyeleti szerv jellege a múzeumnak a megyében működő többi kiállítóhely hely fölött. Szakmai szempontból igen, ez törvényi előírás is, tehát nekünk megyei hatókörű városi múzeum a besorolásunk, ami annyit jelent, hogy a megyeszékhelyen lévő négy kiállítást működtetjük közvetlenül, de magát a szakmai múzeológiai feladatokat egész Tolna megyében ellátjuk. Ennek van egy ilyen része, hogy a megyén belül működő múzeumokat, helyeket, tájházakat is felügyeljük, tanácsokkal látjuk el ha szükséges, akkor pályázati lehetőségeket próbálunk ezekhez felkutatni, illetve folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségünk is fennáll a minisztérium irányába, ha és amennyiben egy-egy kiállítás esetleg állapotában megromlana, hogy akkor azt minél előbb akkor az illetékeshez el tudjon jutni. Egy frissebben működő intézmény társadalmi presztízse az nőhet, azt gondolom. És ezt mondjuk a látogatók száma visszatükrözheti. Ebbe jól, jól álltunk, tehát egészen a járványhelyzet beköszöntéig egy folyamatosan növekvő tendenciát tudott az intézmény fel, felmutatni, hiszen 2011-ben ilyen 25 ezer fő körül mozgott az éves látogatószám, ez lényegében 2019-re megduplázódott, közel 50 ezer látogatót regisztráltunk. Ebben nyilvánvalóan a relatív sok rendezvényünk is bele játszott, nagyon sok előadást tartottunk, tehát itt főként a múzeum könyvtár termében de, de, a kiállításaink is, az időszaki kiállításaink is nagy számú látogatót hozott magával. Igen, tehát ez egy jó lát, mérőszám, a látogatószám, ez, ez folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban. Nem áll egyedül a múzeum az intézményi körben, nyilván megvannak azok az együttműködési kapcsolatai, ami nem, nem kifejezetten a kiállításokban ölt testet, hanem mondjuk együttműködésekben, rendezvényekben. Hát ez abszolút így van, ennek hat, nagy hagyománya is vannak, és itt nem csak az, hogy egy istálóba voltunk a, a, könyvtárral, hanem nagyon sok program vagy, vagy rendezvény, sorozat is van, amely akár közös szervezés alatt is van. Részben a közgyűjteményiségből adódóan nagyon régi keletű az együttműködésünk a levéltárral, amely jelen pillanatban nem is szexád város fenntartásában, hanem az országos levéltár fiók intézményeként működik, de ettől független az azt gondolom, hogy a, a tudományos együttműködés az továbbra is fennáll a könyvtárral, természetesen így van a szexuális intézmények közül még a Babics Mihály kulturális Központot tudnám nem csak fizikai közelsége okán felmutatni, de ezek nem feltétlen csak ilyen írott és elmondott szavak kell, hogy legyenek, hanem egy-egy ügy apropóján ezek jól meg tudnak mutatkozni. Hát ilyennek gondolom a Mésző Miklós Kultuszhoz kapcsolódó különböző rendezvényeket, amely korábbi években, hát elsősorban maga a januári mésző nap, amely idén a járványhelyzet miatt elmaradt, de júniusban meg lesz tartva, tehát eltolódott, de ennek több mint 10 éves hagyománya van, sőt, inkább már 18 ha hogyha jól emlékszem, amelyik idén megrendezésre kerül, de a nyári magasiskola, meg egy ilyen íróiskola, az is egy ilyesfajta Mészöly Miklóshoz kapcsolódó dolog, de hát idén ünnepeljük Mészöly Miklós századik születésnapját. Januárban volt ez a dátum, és a város önkormányzata, ez maga a maga Mészöly Miklós Egyesület, az írónak a jogutódját kezelő szervezet, meghír a mészői Miklós emlékévet. Ez a pandémiás helyzet természetesen ennek a program meghirdetett programsorozatát is részben felülírta, de a szervezők, a szexádi szervezők, amelyekben egyik a múzeum, de a könyvtárat is fel tudnám sorolni magát a művelődési központot, de civil egyesületeket is, a PAD egyesületet egyebek mellett, illetve magát a, fenntartó önkormányzatot is, amely komoly pénzeket rakott ebbe az emlékév megvalósulásában. Reméljük, hogy a legvégén ez egy szobor leleplezésével fog majd zárulni. Tehát ennek az eseményei, ezek szépen júniusban meg fognak indulni, és reméljük, hogy ez is hozzá fog járulni, hogy az emberek újra visszatérjenek a falainkban közé. Két dolog, ha már itt tartottunk. Az egyik a civilség. Azt valószínűleg kevesen tudják, hogy Szexád egyik legnagyobb egyesülete, és a múzeumhoz kötődik. Több, intéz, több Egyesületnek is a múzeuma központja bejegyzett székhelye, tehát a Baka István alapítványnak vagy a vízpart alapítványnak, de létezik a Múzeumbarát Egyesület, most már harmadik éve hívják őt őket korábban is meglévő csapat. András Lászlóné, Marton Zsuzsa volt az a múzeumpedagógusunk, aki ezt a csapatot összetartotta titkárként, illetve dr. Gál Zsuzsanna elnökként szolgálta haláláig ezt a szervezetet, több mint 500 tagot számlál ez az egyesület, és ők voltak azok, akik, akikre bármikor tudtunk támaszkodni, hogyha egy olyan nagyobb rendezvény volt és kellett esetleg segítség akár a teremőrzésbe, vagy bármilyen feladatnak, az adminisztratív feladatnak az ellátásában. A múzeum viszont cserébe egy, egy olyan háttérintézmény, biztosította a számukra, ahol hetente egyszer pont a hétfői látogatás szüneti napokon, amikor saját körben összetudtak ülni a különböző kirándulásoknak a emlékeképeit le tudták egyfajta önképzőkörként is vetíteni. Tehát azt gondolom ez egy ilyen oda-vissza alapon, ez egy nagyon jól működő dolog, maga a Múzeumbarát egyeset és a múzeumnak a kapcsolata. És hát bízom abban, hogy ez, ez is ugyanúgy be fog indulni, újra tud majd élni, mint ahogy az összes többi korábban most így félbe maradt rendezvényünk egy éve gyakorlatilag pandémiás helyzet van. Milyen egy bezárt intézményt vezetni? Nagyon nem könnyű, mert részben folyamatosan azért hírt kell hallatni magunkról, hogy mégis, hogy mit teszünk. Tehát a nagy közönség számára tartozunk egyfajta beszámolási kötelezettséggel, ami nem csak annyit jelent, hogy statisztikailag kimutatjuk, hogy éppen milyen múzeológiai, szkennelési, adatrögzítési feladatokat látunk el, hanem, hanem, és ez tulajdonképpen egy lehetőség is volt az egész múzeumi szakma számára, vagy a kulturális terület számára, és hogy megpróbáljanak egyfajta másik gondolkodásokat, új utakat keresve a nagy közönséget megszólítani, hiszen mindenki az otthonába szorult vissza, senki nem tudott menni színházba, moziba, a múzeumokon mellett, vagy könyvtárba, úgyhogy nagyon sok online esemény zajlott le ennek köszönhetően, illetve született meg ötlet vagy ötletként, és ebbe a múzeum is igyekezett be kapcsolódni, tehát próbáltunk olyan érdekesebb információkat, kisfilmeket. Itt elsősorban az a térképlap, térképlap című alkalmazásunknak, illetve az ahhoz kapcsolódó blog bejegyzéseit kísérte nagyobb figyelem. Ez elsősorban szexárdi témákat dolgozott fel, de hát a hónap műtárját ezt folyamatosan végeztük. Az embereknek a nagy részét, tehát az itt dolgozó kollégáknak a nagy részét is erőteljesen érintette, hiszen új munkarendbe kellett a frontszemélyzet tagjainak, tehát a teremőröknek, pénztárosoknak dolgozni, és pont azért, hogy meg tudjuk tartani az ő helyüket, állásukat, ezért őket is bevontuk a különböző múzeumi adatrögzítő feladatokba. Lassan újra lehet nyitni. Tehát visszaállhat a régi rend, ami nekem például azt is jelenti, hogy, nem, hogy be kell jönni újra a múzeumban, tehát nem a, a virtuális világba szorul bele a múzeum. Milyen új feladatok lesznek mostantól a tapasztalatok alapján, illetve milyen új lehetőségek állnak most a múzeum előtt. Hát ez egy átmeneti időszak lesz még mindenképpen, hiszen a jelenlegi szabályozás csak az oltási kártyával együtt teszi lehetővé a, a látogatást, illetve 18 év alatti gyermek is csak felnőtt oltási kártyával rendelkező felnőtt társaságába vehet részt a múzeumnak a megtekintésébe, kiállításaiba. Tehát óvatosak vagyunk még a rendezvényekkel is, de június elejétől azért úgy gondolom, hogy folyamatosan elkezdődnek azok a programok, amelyeknek a segítségével azért újra tudjuk indítani a múzeumnak az ilyesfajta szekerét is. Itt a Mészői emléképnek az említett programja is már lényegében június 4-től elindulnak, az emlegetett Mészői Nap június 11-én, illetve ami, amire mi nagyon számítunk, az a június 26-i múzeumok éjszakája. Nem tudjuk még akkor, hogy milyen körülmények között, de szándékaink szerint egy új kiállítással, amelynek a többek közt azért ez is működött, tehát ennek az előkészítése is a háttérben folyamatosan zajlott, tehát ez júniusra időzítjük a múzeum főépületébe. A tavaly ősszel előkerült Simon középkori pénzleletet, illetve annak a mindenféle kapcsolatrendszerét járjuk körbe, és valahogy ennek apropóján kicsit a középkort, illetve kicsit a pénzvilágát próbáljuk majd meg itt a múzeumok éjszakájának egy ilyen hangsúlyos elemeként behozni tervezünk programokat, a múzeumpedagógiával majd leginkább az év következő tanévtől számolunk, és addig is a kollégáknak az egy feladat, hogy megpróbálják újra felvenni a szálakat a óvoda pedagógusokkal, tanárokkal, hogy, hogy minél többen jöjjenek és jöjjenek el újra, akik eddig is részt vettek. Érez -e arra bíztatást, vagy van olyan gondolata, hogy egy picit át kéne alakítani a kiállítási rendet a házban? Ez is egy folyamatos dolog, tehát egyrészt azt is tudni kell, hogy egy kiállításnak a tető aláhozása, főleg ha állandó kiállításról beszélünk, az egy Egyrészt nem kevés időre szól, másrészt nem kevés pénz kell hozzá, tehát ennek a technikai megvalósítása, a harmadrészt pedig szakmai tudás, ami megfelelő nagy előkészítést igényel. A régészeti állandó kiállításunk az egy nagyon régóta, annak a megújítása nagyon régóta húzódó ügy. Többek között én ezt is tűztem célul ki magamnak az elmúlt öt éves igazgatói pályázatomban hogy szerettem volna ennek a megújítását elkezdeni. Ez most egyébként pont a pandémia miatt egy picit így partvonalra került, de mindenképpen, ha újraindulunk, akkor ennek neki fogunk állni. Most körvonalazódik egy, egy új pályázati lehetőség is, ami pont ezt célozza meg a, nagy, a megyei múzeumoknak a, Állandó kiállításainak a megújítását, úgyhogy reméljük, hogy a kettő dologot ezt így kitú, össze fog érni ez a két szál, és akkor neki tudunk rugaszkodni, hiszen pont a régészet az, amely az elmúlt másfél-két évtizedben olyan hatalmas, mennyiségű leletanyagot és tudást hozott a felszínre magával. Tolna megyében is, amely teljesen lényegében átírta a megye írott források előtti e, történelmét. E, nagyon bízom benne, hogy akkor ennek a e, új állandó kiállításnak akkor olyan módon tudunk nekiugrani a 2020-as évekbe, 20-as évek elején, hogy, hogy már teljesen látszani fog a vége is. Ehhez kívánok jó munkát, igazgató. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!